Az amerikai Egyesült Államokban élő magyar származású fiatalok látogattak a Kárpát-medencébe két hétre. Vajdaságban magyar közösséggel ismerkedtek, sokuk először járt ott. Pató Angéla és Vadlövő Gabriella riportja. A magyar származású Boros Miklós Clevelandben született, Ohio-ban. Én nagyon büszke vagyok a magyar identitásomba, és mindenki lássa, például a magyar címer. Az apai nagyanyám itt született, Délvidéken, Újvidéken. Az amerikai Egyesült Államokban mintegy 1,5 millió magyar él, csupán 7%-uk beszéli a magyar nyelvet. Daniela Baxter Magyarországon született, most Pittsburghben él. Nagyon sok magyar van, és ott, mikor találkoztam egy magyarral, akkor úgy éreztem, hogy család vagyunk, akkor is, mikor nem az én igazi családom volt. Ott gyakoroltam a magyart, az nagyon segítette. Most egyetembe járok, és ott senki sem beszél magyarul. Józsa Péter, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány budapesti irodájának vezetője a Reconnect Hungary program céljáról beszélt. Felkutatni azokat az amerikai magyar fiatalokat, akik másod, harmad, negyed generációsak, magyarul alig, vagy már nem is nagyon beszélnek, de ugyanakkor nagyon érdeklődnek ősei kultúrája iránt. A Kárpát-medencei utazás olyan programokból áll össze, amelyek felkeltik az amerikai magyar fiatalok érdeklődését Magyarország és a magyarság iránt.